Próbálok nem nappal szembe videózni nektek. Az egyik szürke még valahol el van bújva, de nézzétek csak, van három darab belőlük, szürkékből. Mondom, egy még valahol bujkál, meg van egy fehérke. A fehér az nagyon bátor, az a legbátrabb, az már mindent bejárt, az egész hóbelőoncot megnézte. A kacsák mindjárt megijednek tőlem, és elszaladnak. Valahol a harmadik. Szóval itt a fehérke, hófehér. Oké. Kakasmonci. Nem tudom, hol a szürke már. Ott hátul volt egy ilyen, ilyen baleset. Oda vittem mindenféle vasdarabot, hogy ne legyen az állatoknak a izébe. Ne ugráljanak bele, és erre fel mi van? Hát a csirkék mindig ott vannak, úgyhogy most a vasakat onnan eltakarítom. Majd el kell vinni mételepre, és becsinálom azt a lukat valamivel. Csavarozó voltak, nem az a helyzet a csavarokkal, hogy eltörnek. Jön egy tél, mit tudom én, fagyástól, vagy mitől, de eltörnek. Itt is ezt csináltam, azt a kerítést, szinte már minden csavar eltört. Pedig olyan csavarok, hogy úgy vettem, hogy kintre vannak. De hol a szürke? Nem tudom, oda beszoktak menni oda izébe, ebbe a fatömegbe. Az előbb is ott találkoztam velük a szürkékkel, és az egyik ott kotlott a tojáson, úgyhogy lehet megint ott van bent, nem tudom. Egy biztos, a tojást elvettem. Megvan az első tojás a pipiktől. Viszont örülök neki tényleg. Ott van, már hallom, hogy recseg a fa. Na, azt a fát is eltintettem, nem akartam ledarálni, mert úgy voltam vele, hogy kell a süniknek, meg ennek, annak. De viszont le fogom vinni a gépet, és ledarálom. Aztán tudjátok, volt itt egy halom fa, ami hát szuvas volt, meg össze-vissza volt szarva. A régi csirkék, amit itt voltak a gazdától. Ezeket összeraktam, tegnap csináltam egy nagy tüzet, elégettem az összes szírszart, ami kell, azt félretettem. És azon gondolkozok, hol a harmadik pipi? Ott hallom, hogy mocorog. Bent van a izébe, abban a farakásban. Így, ja, a papírokat, azokat majd eltüntetem. Ebbe hoztuk őket, vagyis az asszony hozta őket tegnap el. Osztrákból. Ott van, látjátok. Ja, megy be a dobozba. Nem tudom, miért szereti azt a dobozt. Mondtam az asszonynak, csinálok neki valami nyitható tetőt, és akkor rakok bele szalmát, hát ha oda belemegy tojni, nem? Szerintem jó. Leveszem róla a rácsot, és kap valami nyitható tetőt. Úgyhogy az új állomány 3-4 pipi. Amúgy megvannak nagyon, szóval a kacsák is, meg a csirkék is megvannak lepődve, félnek egymástól, de majd összeszognak. Egyelőre nem is nagy baj, hogyha kicsit külön vannak. Annyit csinálok mindjárt, hogy a pipiknek viszek oda hátra valami vizes bödönt, hogy legyen nekik is vizük, mert nem nagyon jönnek ide a kacsáikhoz, meg a kacsáik összekoszolják, tudjátok, a vizet. De már jó el vannak. Reggel kiszórtam egy rakás üzét, kaját. Kacsáknak is, meg nekik is. Szépen elszórtam kaját, hogy jól érezzék magukat, keresgéljen. Na. Ja, meg amit mondani akartam. Voltam a zalaegerszegi bogáncsment helyen. Odaadtam a pénzt. Mert kipótoltam egy tízesre. Tudjátok, ami 9000 jött össze a magbőrzén, hozzátettem még egy ezrest, azt odaadtam, meg elvittünk egy kis kutyát sétálni. Mondtam az asszonynak, hogy régen állatvédősködtem, és nekem akkor elegem lett nagyon ebből. Most se volt kedvem bemenni, mert idegileg én már nem bírom.
Szóval nekem már nincs idegem, ez a rengeteg élent, ez nem is tudom. Az sok szerencsétlen kutyához, aki senkinek nem látott semmit, és a gazdája egy rohadék szemétláda. Agyba, főbe kéne verni az ilyet, hogy ezért kutyát kidobja valahová, megunja, kidobja. Ne tartson kutyát az ilyen. Az ilyeknek még a gyerek nevelést is eltiltaná, nemhogy állatot tartani. Na minden esetre megsétáltattunk egy kis kutyát, aztán asszonnyal megbeszéltünk, ha megyünk Egerszegre, majd úgy megyünk mindig, hogy el tudjunk menni ezt a kis kutyát meglátogatni. Meg hogyha ezt örökbe adják, akkor majd egy másikat. De hát ha mással nem is tudjuk segíteni, akkor segítetjük ezekkel őket. Jó 10.000 forint nem volt, csak mondtam is neki, hogy sajnálom, csak ennyi van. Hát azt mondta, hogy ha mindenki csak így ennyit adna neki, vagy összegyűjtenének itt-ott már ennyi pénzt, az már nagyon nagy segítség lenne, de hát sajnos abba világbajnokok leszünk, lehet, hogy a kutyákat kidobjuk az utcára, de abban nem, hogy támogassuk a menhelyeket. Na minden esetre, ez nem szeretek erről a témáról beszélni, mert akik ismernek, tudják, hogy évekig gondoztam, volt olyan 11 néhány kutya volt nálam menhelyekről kivéve, gondoztam őket, rengeteg kutyát mentettem, aztán egyszer besokaltam. Idegileg az ember előbb-utóbb feladja, nem bírja tovább. Szóval mindenkinél eljön ez. A bogáncs vezetője is mondta, hogy ő is már eléggé ki van idegileg. De valakinek kell csinálni. Hát igaza van, valakinek kell csinálni. És ez vanna. Nem külön utakon jár. Szerintem lehet, ő volt, aki tojt, azt mondta, azt kérdezi, hol lehetne elülni. Itt nem lesz elüvés, hallod? Hó, majd elhozom majd onnan a izéket, pap, zsákokat. Tényleg azt a izét kerülgeti, azt a ládát. De most már nincsenek megszempenve úgy. Mennek, kakas is kukorékolt egy jó nagyot már, vagy kettőt, hármat. Azt hittem kicsibek, kisebbek lesznek. De tudjátok, mi az érdekes? Hogy nem is tudom, talán egy hónap vagy két hónap jelzőt néztem ilyen szürke csirkéket, és egyben megtetszettek. Mondom, jaj, te gyönyörűek ezek. Mondom, ilyen kell nekem. Aztán néztem, hol lehet kapni, és Budapesten találtam csak. Mondom, hogy Budapestre azért nem megyek fel pár csirkéért. Erre fel pont ilyet kaptam. Tökre örülök nekik most. Majd összebarátkoznak a kacsákkal, aztán jó lesz. Nem? Na, kacsákról is legyen már felvétel, nem csak itt az új jövővényekről. Most a kacsák is megvannak egy kis szeppenve. Kik ezek, mik ezek? A kacsák nem akartak reggel kijönni, mert a csirkék nem mertek kijönni. A kacsák meg nem mertek a csirkéktől kijönni. Tetszenek, ne. Hát, más, teljesen más az embernek a tanyán, hogyha már hallja őket egy kicsikét, a hápognak ezek, hát ezek mondjuk nem hápognak, ezek ordítanak a kacsák, az ottan elkotkodácsolgat magának, másik kukorékol, teljesen más, ez hozzátartozik a tav, vagy a tanyasi élethez, egyből jobban érzem magam. Van ilyen kis árat seveglet. Ez nem tudom, ez tényleg, tényleg meg kell csinálnom azt a ládát neki, kotlós ládának, vagy mit tudom én minek. Nagyon tetszik neki az a láda. Ja, amúgy hát hozzám nem jönnek ide, de úgy képzeljétek el, hogy ezek a csirkék ezért készhez szokottak, mert kinek vagyok a nagybácsia? Na, annak. Na, a sógorom fiának, és két fia, lánya, neki a csirké voltak ezek. Csak ott a szomszéd elkezdett izélni, hogy
hogy a kakas túl sokat kukorékol, el kell tüntetni, és akkor mondtam, hogy hát én elvállalom, de csak akkor kapok csirkéket is. Na és akkor ezek készhez szokottak, ezeket lehet simogatni, meg fogdosni, meg babuskotni, mert ezt megszokták a gyerekektől. De hát hozzám nem jönnek ide. A gyerekek hívták őket, mentek hozzájuk egyből. Hát talán majd nyáron meglátogatnak minket aztán. Vagy addigra lehet hozzám szoknak, vagy egyáltalán nem szoknak hozzá. Mindenesetre hívtam őket reggel. A magam után nem jöttek. Aztán mondtam most az asszonynak délután, szerintem ezeknek az a bajuk, hogy egyik nem ismernek meg azt, hogy ez a gyerekekhez vagytok szokva. Ezt elkezdtem nekik gagyogni, és elkezdtek jönni felém. Aztán valamitől megijedtek, azt visszafordultak. De majdnem átcsesztem őket, hogy gyerek vagyok én, de aztán nem hitték el nekem, hogy én is gyerek vagyok. De minden esetre, hát szaporodtunk, az állomány szaporodott. Örülök neki, hogy végre eljutottunk ideig, hogy csirkés van a tanyán. Hát ez nagyon nagy vágyam volt nekem már régen. Mikor tanyám volt Magyarországon, ott is voltak. Csak a jappik voltak, imádtam a jappikat. Akkor nem kellett félteni, azok felmentek a fára, az kész, jött a róka, hogy bármi, bármi. Soha nem kellett őket félteni. Az elment a jappi, lekotlott valahol, szalmak azon, mit tudom én hol. Egyszer csak előkerült, jöttek a kis picik utána. Szóval az a róka soha nem fogta meg őket. Pedig volt róka elég a tanyán, ugye a tanya környékén, de a jappikat soha nem bírta tizedelni. A környékben az összes tanyának írtották a csirkéket, az én japjaim ezt soha nem bírták elfogni. Hát azok felrepült a izére. A körtefa tetejére azt ott aludt, meg fönt volt a tető, meg ilyenek. Nem is lehetett őket nagyon bezárni, nem is jöttek szinte. Szóval az ember vettem neki kukoricát, vagy ezt azt. Nem nagyon volt, télen inkább jöttek úgyhogy kajálni, de egész nap kint voltak a kertbe. Össze-vissza keresgéltek mindent. Csinálok én valamit azzal a izével, ott azzal a sarokkal. A kertnek a izéje, a csúnyasága, el kell tüntetni azt a izét. Nem tudom, hogy mit csinálok vele, de el kell tüntetnem azt a vas szart onnan. Nehogy véletlenül valami bajuk legyen a csirkéknek. Szóval becsinálni a lukakat. Ott van már megint benne a kerítésben. Jó van, befejezem ezt, azt csinálok valamit. Mert szerszám meg szög már van nálam. Azt hiszem, hogy a csirkém épp kiélik a második gyerekkorukat. Mert nagyon kicsi helyen voltak. Hát nem azt mondom túl kicsi, de kicsi helyen voltak. Tényleg kedvencnek voltak a gyerekeknek tartva. Most már nézzétek meg. Szóval ilyen jó játszóterük ezeknek nem volt. Hogy a szalma tetején lehet ugrálni. Azt se tudom, hol van. Ja, ott van. A sperbel az megint kotlik. Olvastam róla. Azt írják, nem is akar nagyon elkotlani. Tegnap is ma ott kotlott. De ez csak kettő. Teljesen el vannak tűnve. Most a dobozba nem ment bele, akkor lehet megint itt vannak. Itt a izébe belemennek, ide is. El fogom darálni. Nem tetszik, ide tolnak bele. Tegnap is itt szedtem össze a tojást. Most itt nem látok egyet se. De hát ide tojik nem találom meg a tojást. Nem tudom hol van. Nem is hallom, hogy mocorogna. Meg olyan szürke színe van, hogy úgy elbújik, hogy nem látni. Nem tudom, hol van. Kettőt látok. El vannak tűnve. Szóval ketten vannak itt. Nem tudom, hogy miért vannak itt. A kakas ez külön. Két lány meg hova ettek? Bementek.
Ú, ez mit oda itten? Nem jöttek be. Hát a fene tudja, hogy hol a két lány. Na, kijöttek. Megnézem. Ugye különben városiaknak, akik nem tudják, hogy miért örülök annyira ezeknek a csirkéknek. Ma reggel volt még bió tojás volt, az is szóval vásárolt bió. Meg az egyik csirkéknek a tojása, és teljesen más a színe. Teljesen más. Az, ami itt tojt, az szép színű, nagyon szép színe volt. Amit veszünk, bió tojást, az nem olyan szép, de ez nem lesz jó, hogy nem bírok bemenni. Nincs is rajtam cipő se. Itt tornászok, hogy bejussak oda. Persze, a csirkének könnyebb oda bemenni. Ó, az anyátokat, hát tényleg minek jöttök ide be? Nagyon remélem, hogy hamar megszokják egymást, mert át bújdosik. Hát az összes szalmát össze kellett izélnem. Össze kellett durnom, mert bementek alá, nem bírtak kifordulni. Erre mondják, az annyi esze van, mint a tyúknak. Nem sok. olyanak, mint a birkák befordulnak a sarokba, azt nem tudják, hogy kell kijönni. Na, ezek is olyanok voltak, bementek a szalmabála alá, azt nem tudtak kifordulni. Ott ültek bent, azt izültek, kotkodásoltak. Tegnap is gond volt elük, mikor be akartam őket hajtani, hogy ne, hogy értem, rókapáslétom legyen belőlük. Négyből nem is hát az ötből, mert a kakast is beszámítjuk, szóval négyen bementek, elsőnek bement egy, aztán bement négy, és egy kijött. Azt az egyet itt hajtkuráztok, mire mégre meg tudtam fogni, aztán bevittem. Szóval remélem megszokják egymást, mert a kacsák félnek tőlük, tehát a kacsák mindentől mindig félnek, azok most elköltöztek oda a sarokba, nem jönnek a vízhez, ezek most már kezdenek felbátorodni egy kicsit, most már az udvar közepén vannak, nem csak a sarokba. Ezeknek szerintem túl nagy a hely, nincsenek hozzászokva, hogy ilyen nagy területjük van, a kacsák meg mindentől félnek, az egyikőjük már megy visszafele. Szóval, amit olvastam róla, hogy ritka fajták már, szóval nem nagyon foglalkoznak velük, viszont sokat tojnak. Akár 200, hát olyan 180 tojás a normál nekik egy évben, de 200, 240 is lehet. És nem nagyon ülnek el kotlani. Hát ahhoz képest nekem az egyik már tegnap itt kotlott a tojáson. Ja, meg hogy nem szeretnek repülni, még szerencse, hogy a kakas az nem is ilyen fajta, mert ő már itt volt a kerítés tetején tegnap. Szóval jó mondjuk, mikor be akartuk hajtani, akkor repült fel a kerítés tetejére. Magától nem próbálkozik ilyesmivel. A kisfehér az nem tudom, szóval az másfajta. Az nem tudom, az még majd kiderül, hogy milyen fajta, majd megmondják. De cám mindegyik, szóval a kisfehér az meg nagyon is az a kiskölyöknek volt a kedvence, az tényleg jön oda az emberhez, oda akar bújni mindig. Ja, meg itt vízhangzik, ahogy a kukorékkal a kakas tökre vízhangzik. Aztán hallatszik az egész faluba, ha elordítsa magát. Hát szeretem őket nagyon. Mindjárt locsolok az üvegházba is. De most ez a nagy szám. Hát nekem nem tudom, mondtam, mert már nagyon nagy, nagyon régen már nagyon nagyon régóta szerettem volna csirkéket, de osztrákban nem volt jó, mert hát ott semmi sem, senkinek semmi nem tetszett, szóval mindegy, hagyjuk is. Nem is hiányzik ott lenni.
Itt sokkal jobban érzem magam. Ez a milyen azt csinálunk, amit akarunk, oda teszem az üvegházat, ahova akarom, nem olgat bele senki. Hűne vagy ezért akarok. Csirkét meg kakast akarok, abba se ugat bele senki. A szomszéd is azt mondta, hogy persze őt nem zavarja a kakas, hát miért zavarná, hát falun lakunk. Mondom, és szerencse, hogy nem zavar. Mondom, ha zavar. Mondtam neki, ha zavarna, az érdekel, akkor is lesz kakas. De hát ez örül neki is. Szóval... De most már nem félnek annyira. Remélem, hogyha sötétedik, bemennek maguktól, mert igazság szerint én a kacsákat sötétedés előtt már beszoktam hajtani, hogy a rókának még csak véletlenül se kapjon szaglást. Visszatettem az ajtót is a kacsáknak, hogy ne basztassák egymást éjszaka, ne féljenek egymásra. Előbb a kacsákat behajtom, becsukom az ajtót, utána mehetnek be a pipik. Szép az a kakas. Bár a spelbernek a kakas az még sokkal szebb ennél. De én szeretem nem is tudom, hogy hívják, milyen parasztyúkos kakast. De minden színűt, én szeretem ezeket. De a sperberi, ezt gondoljátok el, ugyanolyan szép kendermagos az egész kakas. Nagyon szép. Szedegetnek, tegnap rengeteg kaját kiszórtam nekik, hogy ne féljenek, aztán most azt szedik össze. Kis fehér. Ez mindig külön. Jó, kialudt a tűz tegnap. Elégettem a sok. Hát ez nem vackot égettem, hanem ezért. Voltak itt ezek a szétszedett fák, nem voltak jók semmire, szós voltak meg. Szétszarva, meg mit tudom én, ezt elégettem. Az egyik tyúk megint bent van a szalmába. Tyúkok átveszik a vezetést, a kacsák megvannak ott izélve, lepődve a sarokba. Nem akarnak kijönni a sarokból, hát majd megszokják egymást. Ez a helyzet. Kémek azok. Szerintem. Szabad szemben még mindig nem látok el odáig. Szépek vagytok. Itt fogtok nálunk lakni. Valahol. Szerintem igen. Nemrég jöhettek. Közelebb menjek hozzájuk? Itt szóltok. Megijedtek. Elszállnak. Sajnos megijedtek. Lehet csak megálltak pihenni. Nem itt akarnak ők lakni. Kár, hogy elmentek. Lehet, hogy visszajönnek még, tesznek egy kört. A Zoli hívott, azt mondta, hogy itt köröztek. Hol vagytok, babáim? Nem tudom rájuk. Ott van valahol a izé előtt. Fák előtt. Ott szállnak. Ha? Hol vagytok? Jönnek visszafele, látjátok? Hát bocs, hogy beremeg a kamera, de hogyha rá van szóval nem lehet megtartani. Úgyhogy ne remegjen. Jönnek vissza, vagy nem jönnek vissza? Hát nem. Nem hagyom őket békébe. Lehet vissza akarnak jönni, most jönnek visszafele. Ja. Elmegyek, hogy vissza tudjanak menni oda a láposhoz. Nem mesélek még nektek valamit, ha már így kijöttem a csirkékről. Aztán megvágom ezt a videót. De ha közelebb megyek, akkor a kacsák úgy ordítanak, hogy nem lehet beszélni megint.
Mindegy, most el vannak bújva amúgy a kakasok, meg a csibék. Na mindegy, megint bent vannak a sarokba. Szóval, egy kis történet, milyen mondtam, hogy a sógornőméktől jöttek a csirkék és a kakas, és ott a gyerekeknek a kedvencé voltak, így a kakasnak lett névadva Béla. Na erre a bélázásra még majd mindjárt kitérek, de kérdezték többen is, hogy milyen fajták. Szóval a kakas egy Sulmtaler, ez egy, hát nem akarok hülyeséget mondani, de a múltkorában utána néztem, egy öreg, tanyasi osztrák fajta, elég ritka. Azt hiszem, hogy a tanár úr pont egy ilyet kért tőlem, hogy szerezzek neki. Ebből a Sulmtalerból még kapok majd egy tojót, ami most épp kotlik, azért nem hozták el, hogyha kikeltek a kis csibék és nem lesz már rá szükség, akkor megkapom azt is. A tyúkok, a szürkék, amit ti kendermagosnak hívtok, azoknak a fajtája Amrok, Amroksnak hívják, ezek hát amerikai keresztezési tyúkok, a fajtájuk amerikai. A kis fehér, az pedig egy állatmenhely, vagyis állatvédő egyesület által mentett rossz tartási körülményekből származik. Szóval neki nem tudni a fajtáját. Visszatérve a bélázásra, szóval a kakas a Béla, a sógornőmnek született harmadik fia. És tanakodtak, hogy milyen legyen a neve, és a sógornőm elnevezte, azt mondta, hogy Béla lesz. Hazament a sógorom, és akkor mondta, hogy na, eldöntöttétek, mi legyen a neve? Azt mondta neki, ja, Béla. Azt mondja, hát biztos, hogy nem kap valami török szultán nevet. úgy összevesztek ezen a Bélán, meg a törökökön, mert a sógorom azt hitte, hogy ez török név, mondom neki, de hát ez nem török, ez magyar, te. Azt mondja, őtet nem érdekli. nem lesz török neve. Mondom, de nem török, hát mondom, hogy magyar. Na jó, szóval vicces így a végére. Hát mondjuk én nem, hát a fiam születne, nem a Béla lenne az első választás. Szerintem nem egy szép név, de nem akarok senkit megsérteni. Szerintem a szép név az Attila, a Csaba, a Mátyás, azok szép névek. Ja. A Gábor is tetszik. Na jó, hazabeszélek. Na jó, szóval mindenkinek biztos megvan a saját kis neve, amit szeret. Szóval ennyi volt ebből a videóból. Összevágom, azt felteszem nektek. Amúgy hétfő van, és ma, hogyha este nem fáradok el úgy, hogy összeessek, akkor még élő is lesz. Na, ja igen, majd, hát ez még a csirkékről majd beszélünk. Lehet, hogy az élőbe megvitatjuk ezt a csirkés helyzetet, mert, hát, szóval nekem nagy álmom volt, csirke, tyúk a háznál, volt egy tanyám Ceglét környékén, ott is voltak pipijeim. Na, oké, sziasztok!